Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Šokački ukusi, zanati, nošnje kultura. Mohački Hrvati na Narodnosnom festivalu. Naša nacionalna spomen mjesta uz mađarsko-hrvatsku granicu. Održana je konferencija u Sigetu. Glazba, ples, ukusna jela. Održani su hrvatski dani u Birjanu. Okupili su se hrvatski zborovi iz cijele države. Tradicionalna priredba hrvatske samouprave Harkanj. U Mohaču je oživjela atmosfera nekadašnjih sajmovnika. Manifestacija je započela svetom misom u Zavjetničkoj crkvi, nakon koje su uslijedile etnoradionice, sajam, revija nošnji, degustacija hrane i kulturno-umjetnički program. Pripremili su se za program revijom šokačke narodne nošnje, rezbaranjem maske za bušare, demonstracijom pletenja, heklanja i vezenja, no posjetitelji su mogli kušati i tradicionalna šokačka jela. A német, a horvát, a roma és a szerb nemzetiségi önkormányzatok közös programra várták az érdeklődőket Mohácson. A rendezvény három nyelven megtartott szentmisével kezdődött a fogadalmi templomban, majd a településen élő négy nemzetiség a város főterén különféle standokon mutatkozott be a rájuk jellemző népviseletekkel, mesterségekkel, szokásokkal, ízek, illatok, kultúrák találkozása mottóval. A látogatók megismerkedhettek Kunovszky Jánossal is, aki az egyik leghíresebb mohácsi maszkfaragó. A gyerekeknek, a szakkörös gyerekeknek a busoárcait készülnek. Na most kitelepültünk, de egyébként úgy évközben van ez a szakkör, és gyerekek próbálnak tanulni, faragni. Mindenki a sajátját. Akár, de csinálhat többet is, de akkor is a sajátja lesz. Látszanak itt, már vannak félig készen is, olyanok, amik már ki vannak faragva, meg most, mivel most kezdtünk egyet, hát ennek az a menete, hogy hát ki, először kifűrészeljük azokat a részeket, ami majd egyenes lesz, és akkor többit az már faragásra megy. Elsősorban nekem édesapám szólt, hogy van lehetőség erre a szakkörre, hogy elkezdhetek járni, faragni, és igazándiból én már nagyon kiskorom óta busó vagyok, úgyhogy gondoltam, miért ne készítsek magamnak egy állarcot. Ez nekem most jelenleg a második maszkom. Hát nem is tudom, talán egy fél éve kezdtem bele, de a nyáron sok időt kihagytam a nyaralások miatt, de most újult erővel folytatom, és remélem minél előbb kész leszek vele. A mohácsi horvátok sokat népviseleti, valamint kötési, horgolási és hímzési bemutatóval is készültek. Harisnya, bütykös harisnya, először az alapot megcsinálunk, és utána teszünk rá a bütyköket. Színvilág, én amit gondolok, azt csinálom. Lényegében, hogy mondjam, fehér, fekete, barnák, ezek mennek a leginkább. Én a sokat ingre készítem az új aljára ezeket a csipkéket. Sokáig. Egy olyan 3-4 nap, hogyha folyamatosan csinálom. Ezt most én találtam ki, mert ugyanazt, amit régen csináltak, azt nem tudom megcsinálni. Ja, hogy az nem megy. Az nem megy, azt próbáltam, de nem megy. Gépi módon a mai technikával ezeket a régi népviseleteket nem lehet elkészíteni, csak régi anyagokból, régi minták alapján, hogy autentikus maradjon. Én hímzéssel foglalkozom, ott látható egy ingerőke, ez a sokat ingnek a díszes előkéje, amit csak ünnepi alkalmakkor hordtak. Hát majd a népviselet bemutatón ugye majd tetszenek látni a teljes kollekciót, hogy miből áll az öltözet. Hát én nem olyan régóta hímzek, és azért hímzek, mert sajnos az öregek kihaltak, akik ezt csinálták, úgyhogy ezek a pozíciók is úgymond megöröklődnek. Akkor mi is az öreg korba lépünk, akkor tovább visszük a hagyományt, hogy ne halljon ki. A fiatal lányok, meg a kisfiúk, azok színes öltözéket hordtak, a lányok egész addig, amíg férhez nem mentek. Amikor férhez mentek, akkor ugye főkötőt, kapicát kaptak, abba kellett járniuk, abból
tudták megkülönböztetni, hogy ki az asszony és ki a lány. Az asszonyok már kevésbé díszes ruhába jártak, többnyire fekete-fehérbe, és mikor elmúltak olyan 40-50 évesek, akkor szinte már majdnem feketébe váltott az öltözetük. Régen, most már azért nem követjük ezt a hagyományt nyilván, de a színeknek is megvolt a kultúrája, hogy mihez milyen színt. Például rikító sárgát ruházaton nem használtak. Nagyon szerették a zöldet, a kéket, a bordót, a feketét szoknyába, többnyire bársony, vagy pedig gyönyörű mintás sejemszoknyák, nehéz sejemszoknyák voltak a jellemzőek, és saját szövött anyagból készült ingeket tartak maguknak, mert mindenki maga készítette a viseletét, aki ügyes volt, aki nem, ott összefogtak az asszonyok, és egymásnak megcsinálták. Téli estéken nem volt televízió, még rádió sem. Összeültek egy háznál, ezt akár prélónak is nevezhették, és akkor ott jókat beszélgettek. A férfiak, mit tudom én, morzsoltak, vagy hántoltak, vagy bármit csináltak. Az asszonyok meg akkor horgoltak, hímeztek, kicsit énekeltek, beszélgettek, pletykálgattak, így éltek közösségi életüket. A nap egyik fő üzenete a nemzetiségi és vallási hovatartozás megvallásának fontossága volt. Valamilyen nemzetiségűek vagyunk, valamilyen anyanyelvűek, és valamilyen valláshoz tartozónak érezzük magunkat. Ezért fontos, hogy 10 évente, amikor megkérdezik tőlünk, akkor ezt meg is valljuk, illetve még szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez azok közé a kérdések közé tartozik, amit nem kötelező megválaszolni, és hát sokszor úgy vagyunk vele, hogy ami nem kötelező, ami fakultatív, az elmarad, de ne engedjük ezt. Ha mi magunk töltjük ki online, akkor ez a 14-es kérdés, azt hiszem, akkor ott válaszoljuk meg. Ha pedig a kérdező biztos véletlenül elfelejteni, föltenni a kérdést, akkor hívjuk fel a figyelmét rá, hogy szeretnénk megvallani, hogy mi ehhez és ehhez a nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat, és ilyen vallásúak vagyunk. És amit nagyon szeretnék mondani a magyarországi nemzetiségeknek, hogy ne érezzék ezt a magyar haza elárulásának, hogyha a nyelvüket megvallják, mert attól még Magyarország, ami hazánk, itt születtünk, itt élünk, de nem tagadhatjuk meg az anyanyelvünket. Ha az anyám, apám horvát, akkor én nem mondhatom azt, hogy én magyar vagyok, hiszen 5 éves korom még magyar nyelvű, mert 5 éves koromig csak horvátul beszéltem. Tehát én erre biztatnám a Magyarországon élő nemzetiségiket és a keresztényeket, hogy valljuk meg, hogy hova tartozunk, és legyünk büszkék a nyelvünkre és a hitünkre is. Az eseményről nem maradhatott el a gasztronómia sem. Minden nemzetiség hagyományos ételekkel készült. A rendezvény érdekessége volt, hogy nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabb generáció képviselői közül is többen népviseletben érkeztek a fesztiválra. Regionalni razvojni značaj naših nacionalnih spomenika uz mađarsko-hrvatsku granicu bio je naslov zajedničkog mađarsko-hrvatsko-turskog skupa održanog u Vigadu, u Sigetu. U svom uvodnom govoru ministar regionalnog razvoja Tibor Navračić istaknuo je mađarsko-hrvatski odnos mora se obnoviti organiziranjem od ozdo prema gore, uključivanjem civila, a jedan od važnih temelja može biti zajednički kult Zrinskih. Običaji imaju posebnu ulogu u životu pojedinih zajednica. Povodom 400. obljetnice rođenja Nikole Zrinskoga, političara, vojnika i pjesnika, 2020. godinu Mađarski sabor je proglasio spomen godinom koja je protekla u sjeni pandemije, ali je već njezino događanje pokazala da i Hrvatska i Mađarska zajednica pozitivno se prisjeća na zajedničku prošlost. U Sigetu je 16. rujna održana konferencija pod nazivom Značenje naših nacionalnih spomenika za regionalni razvoj uz mađarsko-hrvatsku granicu. U uvodnom govoru ministar regionalnog razvoja Tibor Navračić govorio je o važnosti obnove mađarsko-hrvatskih odnosa koji se mogu temeljiti na zajedničkom kultu Zrinskih. Na konferenciji je sudjelovao i generalni konzul Drago Horvat. S moje točke gledišta ona je iznimno važna jer se radi o Nikoli Šubiću Zrinskom i braniteljima Sigeta koji su bili vođeni mađarskim i hrvatskim plemićima i tada su udarili temelje novoj Europi, današnjoj Europi. Bez Sigetske bitke i bez pobjede u Sigetu Europa danas ne bi izgledala kao što izgleda.
Pa oni su povezani, mi danas dijelimo iste vrijednosti. Mi smo u Europskoj uniji zajedno, članice smo NATO saveza, mi dijelimo i danas na jedan sličan način sadašnjost, a u budućnosti ćemo vjerojatno biti još više povezani, budući da bi Hrvatska uskoro trebala ući u Schengen, tada će Mađarima biti puno jednostavnije doći na Jadran, a našim Hrvatima iz Osijeka i Virovitice puno, i uz pogradično područje puno lakše doći na Balaton, Pečuh, Somođi županiju, Bačkišku županiju, sve ono što je uz Zala, sve ono što je uz granicu, a naravno uvijek je atraktivna Budimpešta. Onaj ko nije bio u Budimpešti nije bio u Mađarskoj. A naravno, uloga, povijesna uloga Zrinskih i njezin utjecaj na današnji svijet i naravno zajednička je zadaća kako Mađara, tako Hrvata da postane UNESCO, pod UNESCO-om zaštitom njegovog lika i djela. Prvi govornik skupa bio je hrvatski povjesničar Dinko Šokčević, bivši ravnatelj Mađarskog kulturnog instituta u Zagrebu, koji je govorio o tome kako se kult heroja Sigeta očuvao u Hrvatskoj od 19. stoljeća do danas. Pa ova konferencija je vrlo važna zato što Zrinski spajaju i Hrvate i Mađare i to, naravno, to se zna. Dakle, i Čakovec i Siget su partnerski gradovi i kult Zrinskih se uzgaja svugdje i kod nas i čuva i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Međutim, ovo bi moglo postati nešto što ima i konkretne koristi za ove regije. Naime, ako se proglasi baština Zrinskih nematerijalnom kulturnom baštinom, duhovnom baštinom kod UNESCO-a, onda to može puno značiti za cijelu regiju i u turizmu i u kulturnim i ostalim ljudskim vezama. A glavni tog da kulturna baština Zrinskih je živa i u Hrvatskoj i u Mađarskoj od 16. stoljeća praktički do danas i taj kult zapravo je vrlo složen, ima i književne, umjetničke, likovne, dakle glazbene aspekte i utječe i na društveni život u ovoj regiji. Kult Zrinskih, koji je i danas živ u Sigetu, dobar je primjer kako zajednica njeguje sjećanje na svog heroja gotovo dva stoljeća, obuhvaćajući različita povijesna razdoblja. Kult Zrinskih uvršten je u riznicu Baranjske županije. Glazba, ples i ukusna jela čekali su goste u Birjanu. U malom baranjskom naselju održan je Hrvatski dan. Domaća plesna skupina predstavila se svojom točkom, a organizatori su okupljene dočekali s paprikašem od pijetla. Horváth zenétől volt hangos a Birjáni Művelődési Ház. A baranyai településen ugyanis nemzetiségi napot tartottak. Danas je naš 11. hrvatski dan u Birjanu. Naša hrvatska samouprava Birjana i hrvatska plesna grupa Birjana, članovi, zajedno smo organizirali ponovo ovaj dan. Pjevački zbor Augusta Šenoa, oni su pjevali. I kad je gotovo bila misa, sad počinje naš kulturni program i u kulturnom programu pleše KUD Mohača, plesna grupa iz Mohača. Pored toga bit će pjevački zbor iz Pečuha Augusta Šenoe i naša plesna grupa iz Birjana. Družimo se, hvala Bogu, svake nedelje jedan put imamo ples, pripremimo se na nastupe. I poslije toga, naravno, ovaj veliki dan što imamo svake godine jedan put, isto pripremamo se, dolazu nam naši iz sela porodice, pomažu, pripremaju se i uživamo zajedno, družimo se zajedno. Hvala Bogu da jako, jako su dobri prema nama, jako volu hrvatsku muziku, hrvatsku kulturu i nadam se i ovaj dan isto će jako biti dobro našim gostima, naravno seljacima iz Birjana i okolina koji su došli da nas pogledaju.
A színpadon hagyományos táncokat láthatott a közönség, az előadók pedig népi viseletbe öltöztek az alkalomra. A helyi tánccsoport is bemutatta műsorát, a tagok számára fontos a hagyományok ilyen módon történő ápolása. Az anyai ágról sokat vér folyik bennem, és ezért csatlakoztam már a kezdetektől fogva a tagja vagyok a horvát tánccsoportnak, illetve az önkormányzatban is segítkezem, a rendezvények és mindenféle programokban. 2010-ben alakult a tánccsoport. Először lányok voltunk, és később csatlakoztak hozzánk a fiúk, amiknek természetesen nagyon örültünk. A következő generációnak is megmaradjon valami belőlünk, a tánc, a zene és mindenféle, ami a horvátsághoz kötődik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy átadjuk ezt a következő generációnak. Én még egészen a legelején csatlakoztam, mikor indult a tánccsoport, és hát igazából nem táncoltam én előtte horvát táncot, így kíváncsi voltam, láttam egy-két próbát, meg volt itt előtte néhány táncszáz, és úgy megtetszett. Vannak apai ágon, vannak horvát rokonok, vagy felmenők, a mamám is az ő folyékonyan beszél horvátul, sőt azt hiszem még táncolt is. Ezzel tovább visszük ezt a hagyományt, ezeket a táncokat, inkább a utókornak, de ezzel megőrizzük, fiatalokat is ugye megtanítjuk, ők szintén tovább viszik. Én is a kezdetektől táncolok itt a csoportban. Fontosnak tartottam azt, hogy ezt a kultúrát és hagyományt is megismerjem, hiszen édesapám, tehát apai nagyanyám horvát volt, és szerettem volna, ha ez a hagyomány érték fennmarad, illetve majd én is a gyerekeimnek tovább tudnám adni. Az, hogy ilyen sokszínűek vagyunk itt Magyarországon, és a nemzetiségek nagyon fontos, hogy fennmaradjanak, mert ez mind-mind pluszt ad majd nekünk ahhoz, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és az, hogy tiszteljük egymás értékét, és a gyerekek ezekben az értékekben, amikor felnőnek, ez mind csak pozitív hozadéka lesz a hagyománytisztelésnek, őrzésének. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen én itt, amikor csatlakoztam, akkor sikerült megismernem itt a táncokat, a lépéseket, és az én nagyobbik fiam is már táncolt, és ez az ember büszkeséggel tölt el tényleg, hogy látja azt, hogy a hagyományaink azok megmaradnak, és tovább tudjuk adni majd a jövőnek. A kulturális programra sokan voltak kíváncsiak, megtelt a művelődési ház. A zenés táncos produkciók mellett pedig finomsággal is készültek a szervezők, kakaspörköltre várták a vendégeket. U organizaciji Hrvatske samouprave Harkanja u sportskoj dvorani osnovne škole Kitabijel Pal u Harkanju održan je treći susret hrvatskih zborova iz Mađarske, na kojem je sudjelovalo 13 zborova. Na susretu su sudjelovali zborovi iz Pogana, Dušnoka, Kalače, Fićehaza, Mohača, Katolja, Kozara, Kačmara, Kukinja, Erčina, Tukulje, Kanjiže i Harkanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Harkanja 17. rujna u Harkanju je održan treći susret hrvatskih zborova. Susret je održan u sportskoj dvorani osnovne škole Paki Tojbel. Svečanim govorom obratila se dogradonačelnica Harkanja Eva Morgit Hostune David i generalni konzul Republike Hrvatske u Pećuhu Drago Horvat, koji je sudionicima zahvalio na očuvanju tradicije i običaja svojih predaka i njegovanju hrvatskog jezika. Okupljenima se pozdravnim govorom obratila i dopredsjednica mjesne hrvatske samouprave Đurđa Geošić, koja je izuzetan trud ulagala u organiziranju priredbe. Meni je jako drago da kad sam ja to već prije par godina izmislila, da to mi organiziramo i da su se odazvali onda zborovi i sada je već treća prilika
i sada su se isto odazvali, tako da je meni osobno drago da što sam ja onda ono izmislila da to stvarno se moglo ostvariti i da mogu kazati što me jako veseli, da svake godine, kako je naša dogradonačelnica i rekla, i njoj je posebno drago da svake godine ona dolazi i vidi da uvijek više i više zborova se odazove. Organizatori su se trudili predstaviti sve više etničke podskupine Hrvata u Mađarskoj, njihovu glazbenu šarolikost te bogatstvo narodnih nošnji zajednice. Danas imamo 13 zborova, imamo i 4 županije, jer tako sam i mislila da imamo i županija, imamo i Peštanske županije iz Erčina iz Tukuje, iz Bačke županije, iz Dušnoka, iz Kalače, iz Kaćmara. I imamo iz Zavske županije, sada prvi puta iz Natkaniže i iz Fitjehaza, oni su već treći puta sada naše prijateljice tu i onda svakako iz Baranje. Iz Baranje imamo Katoj, Pogan, Natko, Veliki Kozar, onda Kukinj i mi, mislim, nisam nikog izostavila. Organizator ove priredbe je bila Hrvatska samouprava grada Harkanja, koja pored ove uobičajene priredbe tijekom godine organizira još više svojih programa. Pa naša Hrvatska samouprava ima u stvari dosta programa i do sada smo imali, a sad imat ćemo i Hrvatsko veće što je za nas najvažnije, ali imamo pozive još da možemo ići isto na, rekli su mi sada poslije ovoga nastupa ćemo u stvari više govoriti, ali da može biti da ćemo imati i u Kaćmar poziv, sad smo bili u nedjelju u Kalači, tako da onda poslije Hrvatsko veće, ovo je što najglavnije, imat ćemo isto, pošto smo mi crkveni zbor, imat ćemo i biskupsku misu u listopadu, tako tu u Harkanju da ćemo pjevati. I pa onda poslije već dolazi adventsko doba, onda isto, pa onda Božić, u stvari Božićna misa, imamo ja mislim dosta još za ove godine, ali bili smo ove godine jako aktivni jer nismo imali u stvari ni u ljetu odmore, jer skoro svaki vikend smo imali negdje nastup. Harkanj od 1990. godine postala je nezavisna rimokatolička župa od Pećuške biskupije. 1977. je selu Harkanju upravno pripojeno selo Teređ, a 1999. je Harkanj dobio status grada. Malo kasnije, prije 20 godina, u ovom gradu osnovali su formalno Hrvatski mješoviti pjevački zbor. Pa naš zbor je zato mješoviti pjevački zbor u stvari, jer smo mi ovdje to osnovali tako koji smo se uselili u Harkanj, tako da najviše nas ima iz Podravine, i to se vidi po našoj nošnji, onda imamo šokice, šokaca, i ima i bunjevka, ima i salanska bošnjakinja među nama, tako da mi smo stvarno mješoviti zbor. 20 godina sad već kako smo se tako sastali, prije smo se samo sastali, samo ponekad, tako da sad onda smo već počeli tako da svaki tjedan imamo i probe i imamo posebno, i dakle nismo posebno crkveni zbor, jer isto taj je zbor, samo pjevamo svaki mjesec hrvatsku misu svaki zadnji petak. Velika nam je sreća i treba da se zahvalimo našem velečasnom Ladislavu Ronti koji stvarno se uvijek odazove, i imamo i svečane mise i to za tri kraja, pa za Božić, kada imamo bučuru kod nas, kako mi kažemo, kirbaj, onda isto imamo, uvijek isto mi pjevamo, kada je srce Isusovo, idemo i u Đud više puta pjevati crkvene pjesme, sve ono što smo naučili od svojih baka. Ja mislim da mogu reći da ove 20 godine su bile stvarno aktivne i moram da se zahvalim našim pjevačima
i moramo da se mislimo da kako ćemo proslaviti ovo 20 godina, jer ove godine smo bili jako zauzeti, a isto smo se bojali od pandemije. Hvala vam na današnjoj pažnji i vidimo se opet.